Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, te és ő. Mi a jelenlegi helyzet, mi várható a közeljövőben, egy szerelmi jóslás. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, veled szemben az övé. Megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt lesz egy új irány. Szeretnél valamit változtatni a jelenlegi helyzeteden. Megvan a kisugárzásod, vannak komoly tervek, ami lelkesít téged, itt látható a remény. Abban is reménykedhetsz, hogy ő közeledik hozzád, majd lesznek külföldi kapcsolatok, utazások is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt trónol a lelki társad. A kezében van az arany érem. Mutatja azt, hogy mi fontos számára. A pénz, a munka, a hivatás, vagy az értékek. Persze, ezek az értékek lehetnek a belső értékek is. Hogy te értékes vagy számára, de nem közli, hiszen látható, hogy itt üldögél, és nem tesz semmit azon kívül, hogy a kezében tartja ezt az arany érmét. Lehet, hogy elégedetlen a munkahelyén, hiszen ő úgy érzi magát, mint egy király. Ő akar a főnök lenni, de tulajdonképpen ez a helyzete, hogy sokat dolgozik, szorgalmas, és nem kapja meg az elismerést. Ő most eltávolodik bizonyos dolgoktól, visszafeleteként, a múltba, vagy visszahúzódó, meditál valami felett, szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Persze a kártyák kihatnak a párkapcsolatra is, hogy ő úgy érzi magát, mint egy király, viszont dolgozik saját magán, és úgy érzi, hogy te elfordulsz felőle, visszahúzódó vagy, és nem mutatod ki azt, hogy mennyire értékes ő számodra. Ez a kártya lehet a munkát illetően egy spirituális terület is. Fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben. Ez lehet a munkahelyed, lehet a lakhelyed, lehet a család, vagy ez a párkapcsolat, hiszen nem tudod, hogy tudnál kilépni ebből a helyzetből. Az is lehet, hogy vannak félelmek és bizonytalanságok, de ő segít neked, hiszen itt látható, hogy közeledik hozzád, kiléptek ebből a szűkös helyzetből, ez jelenti a felszabadulás érzését is. Itt látható a lépcső, és a lépcsők vezetnek ahhoz a szép házhoz a háttérben, itt ki tudtok együtt építeni valamit. Mégis úgy látható, hogy bizonytalan vagy, hiszen nem tudod, mi történik a következő pillanatban. Még mindig ott lesz a talaj a lábad alatt, vagy ezt elveszíted, és szimbolikusan akkor itt lezuhansz a mélybe. Most megnézzük az ő kártyáit. Itt lesz mozgás, közeledik hozzád. A kezében van ez az arany érem, arra odafigyel. Jelenti az anyagiakat, a munkát vagy az értékeket. Itt van több lehetősége, de még nem dönt, hogy melyik irányba legyen a mozgás, milyen változások legyenek. Ez a kártya lehet külföldi kapcsolat, utazás is.
Itt a hold jelentheti az anyukáját, az anyai érzelmeket, itt van a múlt, a gyermekkor, lehet, hogy most vannak ilyen romantikus érzelmek nála, egy kis nosztalgia, amit a hold még jelent, az éjszaka, az álmok, a vágyak, az elképzelések, hiszen gondol rád, de a gyermekkorára is. Itt vagy látható, mint egy királynő. És ez a királynő utal a tűz elemére. Így lát téged. Látja a bátorságokat, hogy minden problémát meg tudsz oldani magad körül. Érezhető az is, hogy mennyire lelkesít téged valami, és a tűz eleme jelenti a szenvedélyeket is. Itt a nap utal a kisugárzásotokra, ez a gyermek egy új irányra, egy új kezdetre, azon kívül látni akar téged. Ami még nagyon érdekesnek tűnik itt, hogy a nap az utal az apukájára, a hold az anyukájára, és ez a kártya mutatja a gyermekkort. Bizonyára vannak nála jelenleg ilyen gyermekkori emlékek. A nap jelenti a gondolatokat, a hold az érzelmeket, itt megvan a férfias és a nőies energia, a harmónia kettőtök között. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás, te és ő. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!